Akkor tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat, jegyzőasszonyt, alpolgármesterasszonyt, munkatársaimat és a tisztelt lakosság köréből megjelenteket a 2015. évi közmeghallgatáson. A közmeghallgatás az tulajdonképpen egy képviselőtestületi ülés, ezért azzal kezdem, hogy megállapítom, hogy valamennyi képviselőtársam megjelent, így az ülés határozatképes, megnyitom az ülést. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolom Kalcsó Tibor és Bognár László képviselő urakat, aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen! Szerintem már nagyon sokan tudják, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény úgy rendelkezik, hogy a képviselőtestület évente legalább egyszer közmeghallgatást tart, amelyen a lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatokat tehetnek. A közmeghallgatás célja egyrészt a lakosság tájékoztatása a képviselőtestület munkájáról, másrészt a köz, tehát a jelenlévőknek a meghallgatása, tehát amikor majd tájékoztatom a jelenlévőket az elmúlt egy évben végzett munkáról, át fogom adni a szót a jelenlévő lakosságnak és helyi szervezetek képviselőinek, és ahogy mondtam, javaslatokat és kérdéseket tehetnek fel. Tulajdonképpen a 2014. október 12-i önkormányzati választások óta ez az első közmeghallgatás, így én a tájékoztatómat a választások óta eltelt időszakban elvégzett munkáról foglaltam össze, és ezt szeretném önökkel ismertetni. A polgármesteri tisztséget 2014. október 17-én vettem át hivatalosan. Egy pár szám adatot szeretnék ismertetni, röviden, megjegyezhetően, nem akarom önöket fárasztani, de természetesen az önkormányzat akkori és mostani anyagi helyzetét mindenféleképpen ismertetnem kell. A polgármesteri tisztség átvételekor az önkormányzat bankszámláin összesen 17.312.624 forint volt, az intézmények számláin összesen 2.809.589 forint, tehát ha ezt összeadjuk, akkor az önkormányzat összesen 20.122.000 forint, 122.213.000 forint pénzvagyonnal rendelkezett. Ezzel szemben az önkormányzatnak és intézményeinek összesen 70.822.623.000 forint tartozása állt fenn, és ebben még nem szerepeltek olyan számlák, amelyeket a választások előtt egy pár nappal nyújtottak be. Ezek a számlák több mint 10 millió forintot jelentettek. Ezeket a mai napig nem fizettük ki, ugyanis több jogszabályi előírásoknak nem feleltek meg ezek a számlák. Szintén számok, ne fáradjanak el tőlük, a munkakör átvételekor összesen 155.120.951.000 forint be nem hajtott adó, 17.948.277 forint be nem hajtott szemétszállítási díj, 4.144.745 forint lakbértartozás, 184.671 forint bérleti díjtartozás és 151.500 forint úthozzájárulás követelés volt nyilvántartva, mindösszesen tehát 177.550.144 forint kint lévősége volt az önkormányzatnak. Választási ígéretemhez híven tisztességesen és igazságosan, azt gondolom, jogilag felkészültem, vettem át a település vezetését. A fenti számok ismeretében tudtam, hogy a kint lévőségek behajtása, az indokolatlan kiadások csökkentése és a takarékos gazdálkodása legfontosabb, hogy az önkormányzat anyagi helyzete stabilizálódjon.
Ezt a célt a képviselő társaim is felismerték, és folyamatosan támogatták a takarékoskodásra vonatkozó javaslataimat. Előnyt jelentett, és jelent az is, hogy több olyan képviselőtársam van, akik már több választási ciklusban önkormányzati képviselők voltak, és ismerték a régebbi történéseket, még olyan követelés behajtására is javaslatot tettek, melyeket a pénzügyi csoport nem tartott nyilván, erre a későbbiekben visszatérek. 2014. október 23-án volt a alakuló képviselőtestület ülés. Már ezen az ülésen takarékossági szempontok miatt javasoltam, hogy a korábban működő három bizottság helyett csak kettő bizottságot hozzon létre a képviselőtestület, és ezzel a településnek 5 év alatt 10 millió forintot spóroltunk meg, illetve 5 év alatt spórolunk meg. Jelenleg, mint tudják, a pénzügyi bizottság és a művelődési és szociális bizottság működik. A 2014 időrendi sorrendbe haladok. November 12-én tartott képviselőtestület ülésen felmondtunk egy 2008. január 24-én kötött ügyvédi megbízási szerződést, mely évente több mint 2 millió forint kiadást jelentett az önkormányzatnak, és már nem volt szükség a szerződés fenntartására. Kicsit kitérő, de ehhez kapcsolódik, hogy a munka és tűzvédelmi előírások betartása, a dolgozók munkavédelmi oktatása, az előírt munka és tűzvédelmi szabályzatok megléte nagyon fontos. Ezen a területen gyakran kapunk ellenőrzéseket, és hogyha ezek nem állnak rendelkezésünkre, akkor komoly bírsággal sújthatják az intézményeinket, illetve az önkormányzatot. Az előző ciklusban erre megkötött, igaz, hogy évente csak 120 ezer forint kiadást jelentő szerződést is felmondtuk, mert semmiféle szabályzat nem volt elkészítve, ellenőrzéseket nem tartott a szerződéssel megbízott. Ekkor a képviselőtestület úgy döntött, hogy az előző gyakorlatnak megfelelően ezeket a feladatokat a Galgamenti Önkormányzatok Társulása útján látjuk el egy nagyon szakképzett szakemberrel, és lényegében ez sokkal kevesebbe kerül, mint az előbb említett kiadások. A választások előtt a köztudatban úgy szerepelt, hogy van egy elnyert pályázata Kartal Versenynek a szennyvíztisztító telep felújítására. Ez egy téves információ volt, ugyanis a valóságban ez a pályázat korábban forráshiány miatt már elutasításra került. Augusztus 27-én jelent meg egy kormányhatározat, amely utasította a nemzetgazdasági minisztert, hogy azok az önkormányzatok, illetve települések, akik 2014 és 20 között megvalósuló időszakban támogatásban kell, hogy részesüljenek a szennyvíztisztító telep megépítése, illetve felújítása érdekében, ennek a rendeletnek a mellékletében, hála Istennek, szerepelt Kartal és Versek szennyvíztisztító telepe is. 2014. decemberében a kormány létrehozta a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Non-Profit Kft-t, melyel konzorciumi megállapodást kötöttünk. Ez azt jelenti, hogy a szennyvíztisztító telep felújítási projektet ez a szervezet bonyolítja. Az eltelt egy év alatt több alkalommal Kartal és Versek polgármestere és az illetékes szakemberek ezzel a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Non-Profit Kft-vel egyeztetéseket folytattunk. A korábbi terveket, amik még 2009-ben készültek, és azóta már a technológia ezen a területen is nagyot változott, javult, át kellett dolgozni a terveket, és éppen 3 nappal ezelőtt érkezett a tájékoztatás, hogy a pályázatunk sikeres, tehát a szennyvíztisztító telep felújítása meg fog történni, előre láthatólag 2016 nyarán kezdődik meg a tényleges munkálat.
A időrendi sorrendbe haladva tovább, a választásokat követő egy-két héten belül szembesültem azzal, hogy a Lehel utca járhatatlan a nagy sár miatt, a 4 évvel korábban szerződésben vállalt közművek megépítésére nem került sor. Nem tudom, hogy a jelenlévők tudják-e, hogy a Lehel utca az arra van, hogyha a sportcsarnoktól tovább megyünk, és ugye ott valamikor azok úgynevezett 800-asok, szántóföldek voltak, ott építési telkek kerültek kialakításra, de sajnos a beígért közművek nem kerültek kiépítésre. Így azonnal intézkedni kellett, és 2015 februárjára elkészült a Szennyvíz csatorna hálózat ebben az utcában, majd 2015 májusában az ivóvíz hálózat is megépítésre került. A Szennyvíz beruházás összesen 11.339.890.000 forintunkba, az ivóvíz hálózat kiépítése 3.742.153-ba került. A Szennyvíz beruházás költségéből az önkormányzat magára vállalt 2.262.979 forintot. A többi költséget, a többi kiadást az ingatlan tulajdonosokra közmű hozzájárulásként kivetettük. Ez azt jelenti, hogy aki ott lakóházzal vagy építési telekkel rendelkezik, ingatlanonként a csatorna hozzájárulás összege 211.000 forint, és 87.000 forintot kell az ottani ingatlan tulajdonosoknak ivóvíz hozzájárulás címén megfizetni. A lakosok nagy része részletfizetést kért. A részletfizetési kérelmeket minden esetben a képviselőtestület bírált el, és megértettük azt, hogy ott zömében fiatalok építettek, hitelfelvétellel, 1-2-3 kisgyermekük van, így minden kérelmezőnek engedélyeztük, hogy ezeket az összeget 1 év alatt havi egyelő részletekben fizessék meg. Talán hallottak arról is, hogy 2014. decemberében már elkezdtünk tárgyalni Verseggel, ugyanis 2015. január 1-i időponttal létre kellett hozni Verseggel a közös önkormányzati hivatalt. Ezt sikeresen létrehoztuk, viszont el kell, hogy mondjam, hogy nagy munkaterhet rótt és folyamatosan ró jegyzőasszonyra is és a hivatali munkatársaimra is. December 19-20-án megtartottuk Kartalon először a falukarácsonyt a főtéren. Úgy gondolom, ennek az emberek nagyon örültek, és látva a tavalyi örömüket, már most elmondom, hogy ebben az évben szintén december 19-én, 20-án a főtéren megszervezésre kerül a falukarácsony, ahová mindenkit szeretettel várunk. 2015. január 12-én tartott testületülésen foglalkoztunk a Karttal, Versek, települések között 2008-tól folyamatban lévő perekkel. Az egyik per az a 2008-tól 2013-ig fennállt iskolatársulásból keletkezett versegi tartozással volt kapcsolatban. A másik per az egy nagyon régi, tulajdonképpen még most sincs vége, Verseg perelte Karttal önkormányzatát, még a nagyon régen megépült első szennyvízberuházással kapcsolatos követelést támasztottak velünk szemben. Abban az első perben, amit említettem, hogy mi pereltük az iskola társulással kapcsolatban Verseget, a törvényszék jogerős ítéletet hozott. Decemberben, illetve januárban tárgyaltunk a két polgármester, majd mindkét képviselő testület megtárgyalta és elfogadott egy megállapodást, és itt a képviselő testület figyelembe véve Verseg nagyon nehéz anyagi helyzetét, először egy megállapodást hagyott jóvá, amelyben
olyan engedményt tettünk Versegnek, hogy hát nem a teljes megítélt összeget követeljük, hanem csak a tőketartozást és a perköltséget, amit Versegg vállalt, hogy 4 év alatt évi egyelő részletekben megfizeti karttal részére. Itt utalnék vissza arra, amit az előbb mondtam, hogy jó, hogy vannak olyan képviselők, akik több cikluson keresztül mindenről információval rendelkeztek. Amikor tárgyaltuk ezt a megállapodást, Kalcsó Tibor képviselőtársam vette észre tulajdonképpen, hogy a perben, aki minket képviselt jogász, a per ideje alatt nem emelte meg a követelésünket, ugyanis az ítélet az 2011, azt hiszem talán júniusáig terjedő időszakot ölelt fel, és nem számolta ki a bíróság, hogy 2011-re, 2012-re és 2013-ra milyen összeget jelent az, hogy még fönt áll továbbra is ez a társulás, és Versegg nem fizetett. Ez alapján természetesen kiszámítottuk a versegieknek a tartozását, és elmondom majd a következő bekezdésbe, amit szeretnék elmondani, hogy pontosan mennyi követelést érvényesítünk Versegggel szemben. Végül is a mindkét testület által elfogadott megállapodás nem került aláírásra, mert volt egy olyan igény, hogy foglaltassuk ezt a megállapodást közjegyzői okiratba. Ennek az lett volna az előnye, hogyha Versegg mégsem tudja teljesíteni, akkor nem kell újra perre menni, hanem egyből végrehajthatóvá vált volna karttal követelése. Ez a közjegyzői okiratba a foglalás elhúzódott, és 2015. február 16-án szembesültünk azzal, hogy adósságrendezési eljárást kezdeményezett a versegi képviselőtestület, és innentől kezdve azon az állásponton voltam én is, és a képviselőtársaim is, hogy akkor a megállapodást azt félretesszük, és a törvényszék által megítélt teljes követelésünket érvényesítjük ebben az adósságrendezési eljárásban, így jelenleg Versegg önkormányzatával szemben 110.260.345 forintos követelésünk van. Hát, hogy aztán velük szemben, illetve náluk ez az adósságrendezési eljárás hogyan fog zárulni, és hogy hozzájutunk ehhez a pénzünkhöz, vagy legalábbis egy részéhez, vagy nagy részéhez, ezt egyelőre még nem tudjuk. 2015. február 12-én fogadtuk el a 2015. évi költségvetésünket. Ezt azért mondom el, hogy tudják, hogy mekkora összegből gazdálkodik az önkormányzat. 884.400.000 forint a bevételi és a kiadási oldalunk is. A költségvetésbe terveztünk be felhalmozási, régi nevén fejlesztési célokat is, viszont ezek közül nem sikerült 2015-ben megvalósítani a termelői piacot, a szabadidőpark kialakítását, új buszvárók építését és a gyalogátkelő helyek biztonságos fényjelzéssel való megvilágítását. Ennek ez az oka, illetve az az oka, amit az elején is mondtam, hogy nagyon kevés pénzeszközt és rengeteg tartozást vettünk át az előző ciklusból, és a bevételeink nagyon lassan folytak. Tulajdonképpen a márciusi adóbevételek arra voltak jó, hogy a számlákat próbáljuk kiegyenlíteni. Jelentősebb összeg aztán a szeptemberi adóbevétel volt, és tulajdonképpen onnantól tudtunk már több dolgot elvégezni a településen, ezt majd sorolom is, meg remélem, hogy önök is tapasztalták, hogy mi valósult meg. Egyrészt tapasztalhatták azt, hogy az úgynevezett komposztáló telepnek nevezett szeméttelepet 2014 végén bezártuk. Aki járt, arra az láthatta, hogy az nem komposztáló telep volt, ez sajnos nagyon szakszerűtlenül lett kialakítva, egy komposztáló telepnek megvannak a műszaki előírásai, hogy ott hogy kell kezelni a lerakott biohulladékot.
itt a zsákos szeméttől kezdve az építési törmeléken keresztül az állati tetemeket mindent fel lehetett lelni. Elkezdtük a telep felszámolását, hát ez úgy zajlott, ami éghető volt, azt elégettük, ami nem, azt elszállítottuk. Új komposztáló telep építésébe azt gondolom, hogy saját erőből nem is gondolkodhatunk, ezt majd valamikor, ha valamilyen pályázati forrásból meg lehet valósítani, akkor megvalósítjuk, de egyelőre egy más megoldást találtunk arra, hogy hogyan oldjuk meg majd a biohulladék elszállítását is. Ezt úgy oldottuk meg, hogy ugye a Zöld Híd Kft-vel, aki a településen végzi a kommunális hulladék elszállítást, van egy szerződés. Ez a szerződés úgy rendelkezik, hogy minden évben április 1-től november 30-áig a Zöld Híd az erre rendszeresített zöld és lebomló gyűjtőzsákokban két hetente elszállítja a lakosság által kirakott füvet, apróra vágott ágakat, faleveleket, cserjéket, bokrokat. Éppen ezért, hogy ezt a szerződést átolvastam, és ugye akkor jött ez az égetési tilalom, tűzgyújtási tilalom, és ugye, ahogy mondtam, a komposztáló telep bezárása. Egy olyan ötlet fogalmazódott meg bennem, amit a képviselőtestület az április 23-ai testületei ülésen el is fogadott, és ennek alapján minden ingatlan tulajdonosa minden hónapban 4 darab zsákot, ezt a zöld zsákot ingyen kapta az önkormányzattól. Természetesen, ha több zsákra volt szüksége, azt 50 forintért kapta darabját. És így ebben az évben, a mai napig bezárólag 27 ezer darab zsákot biztosítottunk a lakosság számára, és ezzel 1,2 millió forintot vállalt magára az önkormányzat. A zöld zsákok kiadásának a dokumentálását azt úgy kezdtük, hogy az adócsoport átadta a pénzügyi csoportnak azt a nyilvántartást, hogy kik fizetnek kartalon kommunális adót, mert ugye egyértelmű volt, hogy azzal lehet beazonosítani, hogy melyik ingatlannak a tulajdonosa vitte el adott hónapra azt a 4 darab zöld zsákot. Hát itt derült fény arra, hogy jöttek be a zsákokért, csak éppen a kommunális adót fizetők között nem voltak nyilvántartva, így folyamatosan a pénzügyi csoport egyeztetett az adócsoporttal, és miután láttuk, hogy itt nagy a baj, a földhivataltól az adócsoport vezetője megkérte kartalra vonatkozóan a teljes ingatlan kimutatást. Ezt utcánként rendezték a munkatársaim, és kiderült, hogy 463 darab olyan ingatlan van kartalon, ami után még soha nem fizettek kommunális adót. Itt van, aki 5 éve, 10 éve, 20 éve, 15 éve, 30 éve nem fizetett. El lehet gondolkodni, hogy ennek következtében Kartal önkormányzata hány 100 millió forinttól, vagy mennyi adóbevételtől esett el. Az adócsoportunknak 2015. január 1-től van egy új vezetője. A tájékoztatóm elején elmondtam, hogy 155 millió forint korábban be nem hajtott adó volt. Ebből a mai napig, tehát a régi adókból 28.798.743 forint került behajtásra. Az említett 463 darab ingatlan tulajdonos, mindenki kapott felszólítást, hogy jelentkezzenek be kommunális adóalanyként. Ebből 173 ingatlan tulajdonos már eleget tett, és az ide vonatkozó törvények szerint nekik 5 évre visszamenőleg meg kell fizetni az eddig be nem fizetett kommunális adót. Természetesen, akinek ez nagy anyagi terhet jelent, az 5 évre megállapított adó befizetése, azoknak részletfizetést engedélyeztünk, mert tudjuk azt, hogy
hogy nem könnyű egy nagyobb összeget befizetni, de ha látjuk a fizetési hajlandóságot, akkor mi is megértők vagyunk, és tudom, hogy senki nem szeret adót fizetni, viszont azok, akiket említettem, hogy 5-10-15 éve nem fizettek, úgy gondolom, hogy igazságtalan lett volna velük bármiféle adóelengedést engedni azokkal szembe, akik mindig, minden évben befizették a kommunális adót. Én itt megköszönném a kartali lakosságnak a hozzáállását, mert sok ember jött be, és egy-két, még azt sem mondhatnám, hogy vitától, nem volt vita. Az emberek megértették, hogy ezt jogszabály írja elő, az 5 évre való visszamenőleges kivetés az szabályos, és fizetik szép rendesen a kommunális adót. Ez volt a régi adó, és ami időközben kiderült hiányosság. Erre az évre összesen 106.716.354 forint adó került előírásra, ez magába foglalja ugye a kommunális adót, a gépjármű adót, az iparűzési adót, sőt még a pótlékokat is, és a mai napig ennek az adó előírásnak, ami befolyt belőle, 93.817.467 forint. Tehát azt hiszem megállapíthatjuk így, hogyha a számokra még emlékeznek, hogy így november vége felé el lehet mondani, hogy időarányosan teljesülnek az adóbevételek. Csak hogy tudjanak róla, az áprilisi testületi ülésen foglalkoztunk azzal, hogy kell készíteni kartalra vonatkozóan egy helyi vízkár elhárítási tervet. Ez azért fontos, mert már egy 1996-os kormányrendelet ezt kötelezően előírta, és Karttal ezzel... Tessék nyugodtan jönni. Ezzel a tervvel nem rendelkezett. Ez nem azért fontos, hogy több dosszié sorakozzon az irattárunkban, vagy a szekrényünkben, hanem azért, hogyha például a települést éri valamilyen viszmajor, akkor ha nincs és nem rendelkezünk ilyen tervvel, akkor állami támogatásban sem részesülhetünk. A terv elkészítése 400.000 forintba került, engedélyeztetésre, illetve jóváhagyásra megküldtem az illetékes hatósághoz, és ma már egy jóváhagyott vízkár elhárítási tervvel rendelkezik Karttal. Áprilisban kezdtünk el foglalkozni a település teljes közvilágításának a korszerűsítésével. Áprilisban még az EMASZ ajánlata tűnt a legjobbnak, és így ezt fogadta el a képviselőtestület. Akkor abban maradtunk az EMASZ-szal, hogy szeptemberben valószínűleg megkezdődnek a munkálatok. Elhúzódott az idő, és az idő nekünk dolgozott, mikor szeptemberben, illetve októberben újra tárgyaltuk a közvilágítás korszerűsítésének a lehetőségét. Nagy örömünkre szolgált, hogy nem áprilisi megoldás valósul meg, ugyanis áprilisban még arról beszéltünk, hogy a jelenlegi közvilágítási lámpák egy ilyen LED maszkot kaptak volna, tehát egy más fény megvilágítás lett volna a településen, viszont, ahogy mondtam, az idő nekünk dolgozott, és most már egész Magyarország minden települése a LED világítás felé orientálódott, és az EMASZ egy új ajánlatot hozott nekünk. Ennek eredményeképpen minden utcában LED világítás, illetve kompakt csöves világításra lesznek lecserélve a jelenlegi lámpák. Ez nem önkormányzati finanszírozásból valósul meg, hanem tulajdonképpen ez egy 28 millió forintos beruházás, ezt az EMASZ fogja finanszírozni, és ez azt jelenti, hogy 9 évig még mi fizetjük az eddigi közvilágítási számlát,
viszont ugye a LED lámpa sokkal kevesebbet fogyaszt, és az energia megtakarításból térül meg az émásznak az ide befektetett pénze, és 9 évig eleve már ugye a település megvilágítása modernebb lesz. Úgy oldják meg, hogy még a főúton egy kihajló ágat is tesznek az oszlopra, ami azt jelenti, hogy a lámpát ugye tudják állítani úgy, hogy nem csak a, ahogy most van, szinte az alatta lévő járdát világítja meg a jelenlegi lámpa, hanem a járdát is, és az úttest egy részét is, ugye ahogy állítják be, a LED lámpa úgy szórja a fényt. Eredetileg úgy volt, hogy december 1-jével megkezdődik ez a közvilágítás korszerűsítés, de a gyár, aki gyártotta a lámpákat, kicsit csúszott a sok megrendelés miatt, és teljesen véletlenül éppen a mai napra, tehát november 27-ére megérkeztek a lámpatestek. Ma egyeztettünk az émásszal, már holnap elkezdik a közvilágítás felújítását Kartalon, kezdik a Császár úton, aztán haladnak Alkotmány utca. Lényeg az, hogy december 11-ére az egész településen LED-világítás lesz. És ehhez kapcsolódóan szeretném még elmondani, hogy a LED lámpák felszerelésével összefüggésben arra is gondoltunk, hogy nincs Magyarországon már szinte olyan település, ahol advent időszakában ne gyúlnának ki csillag vagy különféle karácsonyi hangulatú megvilágítások. Ezért 40 darab közvilágítási oszlopra kértük ilyen kapcsoló berendezés, szakkifejezésekhez segítséget kell igénybe vennem, tehát kapcsoló berendezés felszerelését. Ez azt jelenti, hogy ez örökre ott marad, és amikor az émásszal tárgyaltunk, akkor már volt egy cégtől erre a 40 darab kapcsoló berendezésnek a kiépítésére egy árajánlat, de most beszereztünk egy újabb árajánlatot, és az előző árajánlathoz képest ma 200 000 forintot le tudtunk alkudni. Tehát annyit tudok elmondani, hogy ezeknek a kapcsoló berendezéseknek a teljes költsége 460 000 forint lesz, és tulajdonképpen innentől kezdve, amíg világ a világ, Kartalon is kigyúlhatnak a karácsonyi fények. Megyek tovább időrendi sorrendbe. Májusban döntött a képviselőtestület, mint ahogy mondtam, nagyon nehéz volt az első fél év. Rendkívüli önkormányzati támogatás iránt nyújtottunk be kérelmet, és ennek eredményeként 2015. szeptember 28-án a településünk 17,8 millió forint rendkívüli állami támogatásban részesült. Tulajdonképpen, ahogy mondtam, ez az állami támogatás és a jelentős adóbevétel, tehát szeptember végére stabilizálódott az önkormányzat anyagi helyzete. Menet közben még pályáztunk óvoda, a művelődési ház fejlesztésére, felújítására, pályáztunk utak, járdák, hidak felújítására, óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztésre. Ezeknek a pályázatoknak az előkészítésében nagyon sokat segített a polgármester asszony, amit most is szeretnék neki megköszönni. Sajnos a sok pályázatból csak egy pályázatunk nyert, a művelődési ház hangtechnikai berendezésének javítására, illetve új berendezések beszerzésére 483 000 forintot nyertünk. Éppen a múlt heti képviselőtestület ülésen tárgyaltunk arról, hogy az önkormányzat ezt az összeget kiegészíti, és most már tényleg vegyünk egy teljesen modern és olyan hangtechnikai berendezéseket, amelyek
úgy a művelődési házban, mint esetleg egy kinti rendezvényen használhatóak lesznek, és ha megbecsüljük, és szakember használja őket, akkor hosszú ideig tudjuk használni. Arról, hogy még pontosan mennyivel kell ezt kiegészíteni, nincs végleges döntés, ugyanis a képviselőtestület ülésen felmerült egy javaslat, hogy gondolkodjunk abba is, hogy már olyan hangtechnikai berendezéseket vegyünk, amivel akár a sportcsarnokot is hangosítani lehetne. Na most én az ajánlattevővel telefonon tárgyaltam, és azt mondta, hogy ez két külön dolog, tehát a sportcsarnoknál nem tudnánk felhasználni azt, amit a művelődési házhoz, még ha hozzárendelünk különböző technikai berendezéseket, akkor sem tudjuk, az egy teljesen más hangtechnikai megoldást igényel, úgyhogy a következő képviselőtestületülés fog dönteni arról, hogy akkor a művelődési ház által elnyert pályázati összeget mennyivel egészítjük ki, de ezt is hamarosan el fogjuk dönteni. Időrendi sorrendben haladnék szintén tovább. Sokan tudják, remélem részt is vettek. 2015-ben is megrendeztük a majálist 3 helyszínen, és nagyon sok gyerek, fiatal és felnőtt örömére. Nagyon kevés pénzből szerveztük meg visszautalva a tavalyi adventet és a majálist is, nagyon sok ember összefogásával és segítségével, akiknek így most név szerint nem sorolom fel, de mindenkinek nagyon szépen köszönöm. A választások óta eltelt egy év alatt a napi munka mellett azért fel-fel bukkantak a múltbéli hibák, hiányosságai, és ezeket a képviselőtestület segítségével próbáltuk rendbe rakni. Nagyon sok intézkedést és anyagi veszteséget okoztak ezek a múltbéli hibák. Nem nagyon akarok a múltba vájkálni, mert azt hiszem ez nem lenne korrekt. Én egy esetet szeretnék elmondani, csak hogy milyen váratlan anyagi terhek jöttek még nekünk időközben. Ez június közepén történt, hogy egy 2009-ben ki nem egyenlített számla miatt lefoglalták az önkormányzat tulajdonában álló mindkét gépjárművet, és a végrehajtó kivonatta a forgalomból. Próbáltam itt hivatalon belül kideríteni, hogy ki ezért a felelős, hogy 2009 óta ez senkinek nem tűnt fel, hogy fizetni kellett volna. A kutakodásom eredményeként kiderült, hogy 2013. október 10-én közjegyző küldött fizetési meghagyást, csak ez a hivatalban nem volt fellelhető, és ugye a jogi utak azok mennek a maguk útján, és mivel nem fizettünk, ez végrehajtói szakaszba került, és ugye így már az eredeti 600 ezer forintos követelés helyett 1.211.577.000 forintot kellett kifizetnünk a végrehajtónak azért, hogy tetesse vissza a forgalomba, hiszen erre a két gépjárműre szükségünk van. Időrendi sorrendben mondom tovább, emlékeznek, sajnos július 8-án volt egy nagy vihar, ami jelentős károkat okozott intézményeinknél is, temetőben is, lakóházaknál is. Itt még a biztosítóval mindig vitában állunk, ugye ez, nem akarom a biztosítókat bántani, de ez úgy szokott lenni, hogy a díjat azt szeretik beszedni, de ha valami káresemény történik, akkor mindig lefelé próbálják a fizetendő kártérítést nyomni. Egyelőre vitatkozunk, és reméljük, hogy ha nem is a teljes kárunkat, de nagy részét megtérítik. A úgymond nehéz gazdasági év ellenére, és ahogy már többször ismételtem, szeptember vége az nem olyan régen volt, akkor lélegezhettünk fel, hogy na most már van pénzünk. Én szeretném felsorolni, hogy mi mindent végeztünk el a választások óta. Az önkormányzati hivatal mögött voltak kialakítva műhelyek, tárolóhelyiségek, ezeknek csak a tető szerkezete volt meg, ezeket teljesen leszigeteltük,
beépítettük, teljesen komfortossá tettük a műhelyt, a gépeinket biztonságos műhelybe tároljuk, riasztóval van ellátva, tehát meg van védve, nem tűnhet el semmi értékes tárgy. A védőnői szolgálatot, annak az áthelyezését a családsegítő intézménybe, emlékeznek rá, a régi gyógyszertár épületében működik a családsegítő központ. Ezt az előző képviselőtestület már 2013-ban megszavazta, hogy áthelyezi oda, csak aztán ez nem történt meg. Szerencsére ebben az évben ezt is meg tudtuk oldani, mégpedig itt Szarvas Csaba képviselőtársamat szeretném megdicsérni. Nagyon leleményes volt. A bezárt posta melletti óvodából nagyon sok mindent fel tudtunk oda használni, hogy kialakítsunk kulturált helyiségeket a védőnőknek, elnézést, és természetesen ugye, mivel korábban a gyermekorvos mellett voltak, hát ott sok műszer volt, ami a doktornőé volt, és természetes, hogy azt nem adta oda. A szükséges műszereket is megvásároltuk a védőnők részére, nem volt csillagászati összeg, de ez is 293.352 forintot költöttünk a védőnők megfelelő műszerekkel való ellátására. A Lehel utcát már az elején említettem, hogy hát rögtön választások után szembesültem ezzel a helyzettel. Ahogy elmondtam, akkor azonnal megépítettük a szennyvizet, az ivóvizet, és valamilyen szinten helyreállítottuk az utat. November 11-én, miután már úgymond anyagilag stabil helyzetben voltunk, a képviselőtestület úgy döntött, hogy azokat az utakat, amik gyakorlatilag eddig sárból voltak csak, tehát járhatatlan utak voltak, megcsináltatjuk. Örömmel jelentem, hogy a Lehel utcában tegnap befejezték az útépítést. Na most sajnos azért aszfaltra nem telt, mert azért az egy jelentősebb kiadás lenne, de 160 méter hosszúságban megépült az utca két irányból, ahol már családi házak vannak, egy szakasz maradt ki, ahol még üres telkek vannak, ha ott valakik építkezni akarnak, természetesen ott is megcsináljuk az utat. Ezen kívül a régi piac téren, biztos tudják, tehát a Tankó doktorral és a fogorvosi rendelővel szemben 5 ház van, ők is már sokszor szinte sírva könyörögtek, hogy csináljunk már járható utat, mert esős időben autóval nem tudnak kiállni. A jövő héten ott folytatódik az útépítés, majd ezt követően a Dózsa közben is, ahol szintén térdig járnak a sárban esős időben, azt is megszavazta a képviselőtestület, tehát 3 út épül meg. Ennek az összes költsége, a 3 út megépítésének a költsége 5.136.000 forint. A nyáron valamennyi intézményünkben elvégeztük a kötelező tisztasági festést, azon kívül a megrongált padokat, székeket az iskolában megjavítottuk. A régi könyvtárban, már így mondom, a régi Mária iskola épületében kialakítottunk egy tantermet, mert hál' Istennek annyi első osztályos volt, hogy szükséges volt még egy tanterem kialakítása, és az iskolában egy tantermet teljesen új iskolabútorokkal, tehát új padok, új székek, új tanári asztal, új tanári szék rendeztünk be. Ez a bútor 247.922 forintba került, és ígéretet tettünk a iskola vezetésének, hogy az 5 éves ciklus alatt minden évben legalább egy tanterembe új bútorok kerülnek, mert amikor én polgármesterként körbejártam az intézményeket, illetve az iskolát, ahová meghívtak, hát azt láttam, hogy gyakorlatilag azok a padok vannak, amiben még valamikor én ültem, és az már nagyon régen volt.
Bizonyára tapasztalták, hogy felújítottuk az összes buszvárót. Volt, ami már dűlőfélben volt, volt, ami szét volt verve. A dűlőfélben lévőket új betonozott alapokra helyeztük, illetve azt a többit is, ami nem volt elég stabil. Én azt látom, külön kértem a tanévnyitó ünnepségen a gyerekeket, hogy becsüljék meg ők is, sőt, szóljanak rá, ha valaki rongálja ezeket, mert érték, és úgy látom, hogy megbecsülik az emberek és a gyerekek is. Még jövő héten elkészül egy nem teljesen fedett buszváró, de ezt is nagyon régóta kérik az emberek, szinte hetente jön jelzés, mikor Versek felől jön a busz, és ott van az első busz megálló, és ott soha nem volt még fedett buszváró, és azért aki jön, aki ott várakozik a buszra, vagy temetésről idős emberek várják, hogy jöjjön a busz, azért nem mindegy, hogy... Tehát most úgy tervezzük, hogy 4 oszlop, egy tető, és majd tavasszal, ugyanúgy, mint a többi buszvárót, ugyanolyan formára kialakítjuk. Nagyon örülök annak is, hogy sikerült megvalósítanunk szeptemberben és októberben az összes önkormányzati úton a kátyúzást. Finn aszfaltot vásároltunk. Ezt én azt gondolom a körülményekhez képest szakszerűen bedolgoztuk, és én bízom benne, hogy nem csak egy évet bír ki, hanem többet. De ha, ne adj Isten, újabb kátyúk keletkeznek, akkor megígérem, hogy jövőre újra kátyúzunk, mert ez egyáltalán nem jelentett olyan hatalmas terhet. Nem adtam pontosan össze egy olyan jó 500 000 forint. Andi, megerősít. Köszönöm. A Petőfi közben, a régi piac téren talán észrevették, ha még nem, akkor szíveskedjenek megnézni. Volt ott egy régi játszótér. Már tavasszal megnéztük, hogy tulajdonképpen ezt vissza lehetne állítani az eredeti állapotába, nem is olyan nagy anyagigénnyel, és ez meg is történt. Tehát átfestettük a régi hintákat, a rozsdás csavarok kicserélésre kerültek, ugye hiányoztak a hintákról, illetve az elrozsdásodott láncok helyébe kötél került, a padokon nem voltak ülőkék, tehát én azt gondolom, hogy ha most valaki kimegy, akár a gyerekével, akár csak megnézni, élvezik a gyerekek, csúszda lett, úgyhogy ezt is egy eredmény. Anyagköltség nem sok jelentkezett, itt is a faanyag, csavarok, festék, és a közhasznúsok végezték el ennek a felújítását. A közlekedés biztonságának a növelése érdekében vásároltunk 3 darab panoráma tükröt. Ez sem volt egy olyan nagyon nagy kiadás, azt hiszem ez odafigyelés kérdése volt, csak 30 000 forint volt ezeknek a panoráma tükröknek a darabja. 2 már felszerelésre került, 1 a Csokonai utcába, Csokonai közbe, 1 a Dózsa közbe, a 3. panoráma tükör pedig ide fog kerülni, ahol kereszteződik a Baross utca, Petőfi utca, és itt a hivatal melletti Hársfa utca, de mivel ugye a Baross utca az a közútkezelőhöz tartozik, így nem akárhová tehetjük fel ezt a tükröt, megkértem a közútkezelőtől az engedélyt, ki fog jönni nekik egy műszaki szakemberük, és ő fogja pontosan megállapítani, illetve meghatározni, hogy ezt a tükröt hová szereljük fel úgy, hogy minden oldalról és minden irányból teljes beláthatóságot biztosítson. El szeretném mondani, hogy szintén gazdasági szempontokból 2015. december 12-től új telefonszolgáltatónk lesz. Ezzel kapcsolatban el szeretném mondani azt is, hogy 2013. december 12-én a Telekommal köttetett egy szerződés mobiltelefonokra. Ez egy úgynevezett flottás szerződés, 128-130 tagja van körülbelül ennek a flottának. Amikor áttekintettem ezt a szerződést, hát kiderült, hogy ez az önkormányzat számára egy borzasztó előnytelen szerződés, főképpen azért, mert az önkormányzat egyetemlegesen felelős az összes flotta tagért. Ebben a flotta
flottában vannak már olyan emberek, akiket szinte alig ismerünk, és hát van egy pár ember, aki nem szereti befizetni a díjat. Viszont nekünk havonta 667 ezer forint mobil számla díjat kellett befizetni. És utána a hivatal dolgozója körülbelül 3-4 napot azzal foglalkozott, hogy telefonszámok alapján kigyűjtötte, hogy akkor kinek mennyi, ezt tovább számlázták, vagy befizették, vagy nem. Ami még nagyon hátrányos volt ebbe a szerződésbe, hogy 27 forinttól egészen 62 forintig, tehát nagyon magas percdíjakkal számolt a Telekom, és még ami igazán elképesztő volt, hogy minden egyes készülékre 1800 forint internet használati díjat számoltak fel, holott tudjuk, vagy nem tudjuk, de ez tény, hogy a 128 telefon közül nagyon sok olyan, ami nem okos telefon, tehát nem is alkalmas internet használatra. A telefonszolgáltató váltásra 3 cégtől érkezett, kértünk és érkezett árajánlat, érkezett a Telekomtól, szintén magas percdíjakkal, érkezett a Vodafontól, és érkezett a Netfon cégtől. Megtárgyaltuk, számoltunk, osztottunk, szoroztunk, pénzügyi bizottsági ülésen alaposan kielemeztük, és végül is a képviselő testület a Vodafont választotta. Jövő hét folyamán, mert ugye most már igencsak kevés az idő, tehát december 12-ig lehet ugye a mostani Telekom szolgáltatóval működtetni ezt a szolgáltatást, tehát jövő héten minden flottatag értesítést fog kapni, hogy mi a teendője, és hogyan alakul innentől kezdve a szolgáltatás. Ennek a Vodafonos szerződésnek nagy előnye, hogy nem leszünk egyetemlegesen felelősek, tehát lesz a külön csoport a hivatali dolgozók, külön csoport az intézmények, és be lehet hozni természetesen a hozzátartozókat egy harmadik csoportba. 10 forintos percdíj lesz, egymás között természetesen 0 forintért beszélhetnek, azon kívül előnye lesz az is, hogy a vezetékes telefonra is kaptunk és elfogadtuk az ajánlatukat, tehát a vezetékes telefon és a mobiltelefonok, ezek is egymás között ingyenes lesz. Hát azt hiszem, majd ezzel kapcsolatban, ha lesz kérdés, akkor elmondom, így a lényegét ismertettem. Szeretném még elmondani, hogy ebben az évben is megrendezzük, ahogy mondtam, december 18-19-én a Petőfi téren a tavalyihoz hasonló adventi napokat, ahová mindenkit szeretettel várunk, és szeretettel várjuk az adományaikat is. Már készültünk az adventra, vásároltunk 3 darab, 3x6 méteres sátrat. Ez összesen itt is alkuttunk, 168 ezer forintba került. Ez most már az önkormányzat tulajdona, és nem leszünk olyan helyzetben, mint akár a tavalyi adventkor, vagy a korábbi évek majálisakor, vagy bármikor, hogy jaj, honnan szerezzünk sátrakat, és mennyit kérnek, és ez most már a miénk, és mindig tudjuk használni, és hogyha esetleg kevésnek bizonyul, akkor még további sátrakat tudunk vásárolni. Szeretném még elmondani, hogy jelentős összeggel támogattuk, annak ellenére, hogy mi se voltunk gazdagok, de folyamatosan az egész év folyamán érkeztek hozzánk kérelmek, és folyamatosan támogattuk a civil szervezeteket, így támogattuk az Asszonykórust, a Ne Felejts Együttest, a Nyugdíjas Egyesületet, a Katolikus Egyházat, a Baptista Szeretett Szolgálatot, a Polgárőrséget, a Sportegyesületet, a sportolókat, így többek között például Poják Nikolettát, akit bizonyára tudják, hogy a Nemzeti Vágtán bejutott a középdöntőbe, és egy úszó kislányt is támogattunk. A Karitász tábor
szerencsére megszervezése került a jó emberek lelkesedése által. Itt őket úgy támogattuk, hogy a ebédet a gyermekeknek ingyen biztosítottuk. Csak összehasonlításképpen a 2012-ben az önkormányzat 1 millió 320 ezer forinttal támogatta a civil szervezeteket, 2014-ben 1 millió 733 ezer forinttal, mi 2015-ben 4 millió forintot fordítottunk civil szervezetek támogatására. Ezek nem olyan nagy dolgok, de azért szeretném megemlíteni, hogy képviselőtársaim és jó magam is mindig azon voltunk, hogyha sokszor aprónak tűnő lakossági kérés érkezett, azt igyekeztünk azonnal teljesíteni. Érkezett például az, hogy a busz, tehát ha megyünk Aszót felé, a buszváróhoz azon a kisközön egyetlen egy járdán tudnak kimenni a utazni vágyók, és az a járda most már megsüllyedt, áll a víz, nem telt bele 2 nap, kivezényeltük a közmunkásokat, megcsináltattuk, és sorolhatnék hasonló példákat. Én azt gondolom, hogy a lakosoknak az a fontos, hogy a komfortérzetük javuljon, és ne az legyen, hogy 5-10-15 évig kelljen könyörögni kisebb dolgokért. Összegezve szeretném elmondani, amit már többször elmondtam, hogy sok-sok év után, én nem tudom megsatszolni, hogy hány év után, de 2015-ben Kartal Nagyközség önkormányzatának anyagi helyzete stabilizálódott. Nem tartozunk senkinek, és még jelentős összegű megtakarítással is rendelkezünk, tehát nem kell félnünk attól, hogy jön a tél, és ugye jönnek az intézményeknek azért a hatalmas fűtési, világítási számlái. Nem titok, jelenleg 29 millió forinttal rendelkezik az önkormányzat, ebből 22 millió forintot lekötöttünk, bár nem nagy kamatot kapunk rá, de azt gondolom, hogy tavasszal már ezzel a 22 millió forinttal számolva, meg megint aztán az adóbevételekkel, meg a pályázati lehetőségekkel, én bízom benne, hogy sokkal több mindent és sokkal nagyobb volumenű dolgokat tudunk megvalósítani. Még egy dologról szeretnék beszélni, ami azt gondolom, hogy illik, hogy elmondjam így a nagy nyilvánosság előtt. 2016. október 14-én is televízió előtt volt egy képviselőtestületülés, amikor én úgy tájékoztattam a képviselőtársaimat és a lakosságot, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Ford Transit platós teherautóban lévő motor javításra szorul, és a testületi ülés előtt az autószerelők, Szabó István sofőr jelenlétében megforgatták a motort, mert ugye én kértem, hogy írják fel a motorszámot, hát nem látták a motorszámot, és tulajdonképpen egy vonalkód számot írtak fel nekem. Másodszor is visszaküldtem a sofőrt, ugyanazt a vonalkód számot írták fel, mert nem találtak rajta másik számot. Na most én ennek az információnak a birtokában mondtam azt, hogy ez a motor nem az a motor, ami az okmányokban szerepel, mert nem egyezett ugye sem a forgalmi engedélyben, sem a törzskönyvben lévő számmal. Október 22-én ebbe az ügyben még tartottunk egy rendkívüli ülést, majd 26-án, itt 22-e és 26-a között eltelt egy 3-4 nap, 26-án már egy kicsit kezdtem dühös lenni, és megkértem Szarvas Csaba képviselőtársamat, hogy menjünk már ki abba a szerelő műhelybe, és nézzük már meg együtt ezt a motrot. Csodák csodája, ott csillogott, villogott, gyönyörűen láthatóan a motorszám. Tehát megvan az a motor, ami ebbe a Fordba való. Ezt követően elvégeztettem az eredetiség vizsgálatot,
és ez a vizsgálat megállapította, hogy a jármű egyedi azonosító adatai, vizsgált műszaki adatai és a gépjármű okmánya valódiak. Jelenleg ezzel az autóval ott tartunk, hogy a motorjai, tehát a motor és az alkatrészek, bocsánat, nem vagyok autószerelő, darabokban vannak egy másik szerelőnél, akit megkértem, hogy vizsgálja meg, hogy most akkor megvan-e minden alkatrész, meg hogy tegyen ajánlatot, hogy mennyiért lehetne ezt a motrot, vagy egyáltalán érdemese még megjavítani. Tehát jelenleg ennek a tisztázása van folyamatban, és amikor ez úgymond választ kapok ezekre a kérdésekre, a képviselőtestület fog dönteni arról, hogy hogyan tovább. Nem akarom túlragozni ezt a Ford Transitot, annyit tudjanak róla, hogy ez 2009 márciusában lett vásárolva. Állítólag azt már elmondtam októberben, és az első perctől kezdve nem igazán jól működött. Garanciális igénnyel nem éltek, és tegnap gyűjtöttek ki nekem a pénzügyi iroda, hogy erre az autóra 2014-2015-ben az önkormányzat 1.785.890 forintot fizetett javításra. Majd ezzel kapcsolatban, ha lesz még kérdés, akkor válaszolok, én erről többet most nem szeretnék beszélni. Én a jövő évre nézve, az idei évet, ahogy végig soroltam, én bizakodó vagyok. Talán sokan hallottak a Strabag perről. Decemberben kifizetjük az utolsó részletet. Ugye ez a Strabag per azt jelentette, hogy 2013. július 1-től havonta 2.469.470 forintot kellett fizetnünk, mert hál' Istennek legalább részletfizetést kapott az önkormányzat. A Strabagnak ugye amiatt, mert annak idején nem azok az utak lettek leaszfaltozva, illetve nem olyan mennyiségben, mint amennyi összeget pályázaton nyert az önkormányzat, ezért a pályázatot elvonták tőlünk, a Strabag által elvégzett munkát viszont ki kellett fizetnünk. Úgyhogy ha összeadjuk, most még a decemberi utalás fog menni, 62.477.170 forintot fizetett az önkormányzat a Strabagnak. Tehát azért mondom, hogy a jövő év már ennyivel is biztatóbb, hogy ez a havi közel 2,5 millió forint teher nem lesz rajtunk. Bár nem egyeztettem itt a képviselőkkel, és ugye a tervezés az még odébb van, amikor megismerjük, majd a parlament elfogadja a 2016. évi költségvetést, akkor fogjuk tudni mi is elfogadta, és ez alapján ki fogjuk számolni, hogy milyen összeggel gazdálkodhatunk, és ugye akkor jön a tervezés időszaka, de én azt gondolom, hogy képviselőtársaim nevében is elmondhatom, hogy sok-sok célunk van, mindenféleképpen ami az idén elmaradt. Tehát ugye ígértük szerintem valamennyien még a választási kampány időszakában, és én ezt képviselőtársaim nevében is elmondhatom, hogy be akarjuk tartani, hogy még legalább két játszóteret, mert ugye azt mondtuk, hogy azért ez a falu nem csak a központból áll, tehát Aszót felől keresni egy olyan teret, és a úgymond Versek felőli részen egy olyan teret, tehát legalább még két játszóteret építeni fogunk. Szerintem nagyon fontos az egész településen a járdák felújítása, mert ez most már szinte bokatörő, tehát egyszerűen nem lehet közlekedni a járdákon. A termelői piacot meg kell oldanunk. Ezt majd meglátjuk, hogy lesz-e pályázati lehetőség, ha nem, akkor olyan méretű piacban kell gondolkodni, amit önerőből tudunk megvalósítani. Ahogy mondtam, a hiányzó buszvárókat megépítjük, és
Hát sok-sok minden tervünk van még, ezt együtt fogja a képviselőtestület kialakítani, annak függvényében, ahogy mondtam, hogy milyen pályázati lehetőségek lesznek. Éppen tegnap előtt voltam egy értekezleten, ahol azt a tájékoztatást kaptam, hogy a jövőben az 5000 fő feletti települések is pályázhatnak majd kisbuszra, teherautóra, személygépkocsira. Tehát azt tudom ígérni, hogy minden pályázati kiírásra oda fogunk figyelni, és élni fogunk vele, mert akármilyen szépen hangzanak ezek az adóbevételek, azért nagyon sokba kerül ugye az intézmények fenntartása, közvilágítás, tehát önerőből nagyon nagy dolgokat nem lehet megvalósítani, csak azt, amit így felsoroltam, úgyhogy pályázni fogunk, és természetesen odafigyelünk a jövőben is a nagyon takarékos gazdálkodásra. Az én tájékoztatóm ennyi volt, meg köszönöm, hogy meghallgattak, és ahogy az elején mondtam, tulajdonképpen a közmeghallgatás az arról szól, hogy önök most meghallgattak engem, és akkor átadom a szót önöknek, akár hozzám, akár a képviselőtársaimhoz, ha kérdésük van, vagy valamilyen javaslatuk, észrevételük, úgy szívesen várom a jelentkezésüket. Azt kérem, hogy ha valaki szót kér, akkor legyen szíves, mondja a nevét, hogy a jegyzőkönyvvezető ezt tudja rögzíteni. Átadom a szót önöknek. Bátran. Akkor igen, Urbán Imre. Urbán Imre vagyok, járok én ebbe a házba. Az elmúlt 25 évben talán meg tudnám számolni az egyközben, hogy hányszor voltam bent. 25 év telt el egyébként a demokratikus önkormányzatiság, akár négy formája ez gyakorlatilag az idei ősz. Aztán én kíváncsi voltam, mint azóta is ebben a faluban élő, és a Kartai Szövetkezet elnökeként tevékenykedő ember, hogy vajon ma hogy állunk. Tisztelt polgármester asszony, alpolgármester asszony és jegyző asszony, tisztelt testület, tisztelt megjelentek. Mi bátorkodtunk az akkori elsőre megválasztott testület, itt van Péter és itt van Kalcsó Tibi barátom, Tibor kezdeményezésére az idén valamikor szeptemberben összeülni, és annak is volt egy ilyen 25 éves megemlékezés hangulata természetesen. Mi volt ennek a tanulsága? Mi volt a szándéka és mi volt a tanulsága? A szándéka nyilván az volt, hogy 25 év után üljünk le, és emlékezzünk a jó meg a rossz dolgokra is, egy kivétellel mindenki megjelent. Mi volt a tanulsága? A tanulsága az volt, hogy 25 évvel később is nagyon jó visszaemlékezni a sikerekre, olyan sikerekre is, amiket nagyon csúnya viták, harcok, de a viták után előremutató megegyezések, kompromisszumok cselekvésé vagy pedig eredményé alakítottak. Ezt azért tartom fontosnak megjelölni, mert polgármester asszony beszámolója a rövid eltelt egy évről gyakorlatilag örömömre, és azt gondolom, itt ülök örömére is, olyan eredményekről, rövid távon már foganatosított eredményekről ad hírt, amellyel nincs minél vitatkozni. Ezt azért tartom fontosnak, mert főleg kezdő időszakban új ember, új arcok, egyfajta társadalmi kritika mindig megszólal, többet kéne, másképp kéne, jobban kéne. Örülnék, hogyha ez ma is elhangozna azoktól, akik ezt megfogalmazzák az utcán, meg másutt is. Én azért jöttem el, hogy odafigyeljek, és magamnak itt pár jegyzetelést a polgármester asszony által elmondottakhoz fölírtam, igyekszem kimondottan a elmondottakhoz észrevételt, illetve valamiféle javaslat szándék, de ez túl bátor, én azt gondolom, van itt a testületnek bőven javaslata, inkább egyfajta vélemény. Végig szólnék nagyon röviden, és egy másik vonalat be is fejezem így el. Tessék, kopogni, hogyha lehet a 10 perc. Köszönöm szépen. Örülök annak, hogy
azt az adót, ami egy kényes kérdés, és rendkívül mértékű volt ebben a településen, az adót mindig kényes kérdés, a polgárok nem szeretnek adózni, egyetlen egy kivétellel, hogyha annak látják az eredményét, a beszedett adónak. Azt hiszem, hogy a számszaki matematikai eredmény az önmagáért beszél, elindult valami, hát ez még messze van ahhoz a 150 millióhoz, amit majd meg kéne szedni, az a megmaradt 300 százal, jó szám volt, amit nagyjából, az a megmaradt 300 százban nyilvánvaló meg kell nézni, kik azok, akik... 467 ház. De hát abban 130-at mondtál, 134-et, hogy az már talán megnyílt az elmúlt idei intézkedéseknél, de maradjon 460, még több a munka, de valószínűleg 3, tehát valószínűleg nyomultam a számot, mert nekem egyszerű volt a helyzetem, én csak figyeltem. Nagyon jó lenne, én is azt mondom, hogyha a közterviselésbe mindenki részt tudna venni, nyilván ebben vannak inaktív fázak, majd a megoldást találtuk. A perek, örülök neki, hogy a 90 és a 96 közötti időszakra visszatekintő peres ügyek nincsenek, tehát hála Istennek, mi nem hagytunk hátra ennek az önkormányzatnak 25 évvel ezelőtt se per halmazt. Annak már nem annyira örülök, hogy ezek a perek két önkormányzat között zajlanak zömmel. Azt gondolom, hogy itt valahol a tolerancia hiánya, vagy a rugalmatlanság hiánya nem vezet el folyamatosan a megegyezéshez. A szöveget főszemben nem látok. A fejlesztéseknél nagyon fontosnak tartom a polgármester asszony által elmondottakat, főként a gyalogátkelőhelyek fényátusztatása alatt borzasztó tragédiák történtek itt az elmúlt években a frekventált helyeken. Én problémásnak tartom, és hát hallottam, és meg is nyugszom, és bízom benne, hogy sikeres lesz, a főút megvilágítását. Aki közlekedik, láthatja azt, hogy igazán a főúton történő sötét kalabátos átszaladások, véletlenszerű megjelenések hihetetlen életveszélyt jelentenek. Bízom benne, hogy ez a ledes megoldás, ez a fényirányítás ezt a problémát küszöbölni fogja mindannyiunk épség és egészség érdekében. Termelői piac, remélem lesz rajta mit eladni. Örülnék, hogyha volna, hát bízom benne, hogy van itt olyan termelői szellem a Laci képviselőtársunknál, Laci mellett után is, aki még majd tud ezen a piacon mit eladni. Én azért azt mondanám, hogy, és ehhez kiegészítésként mondanám azt, a komposztáló és egyéb többi részletekben nem mennék bele, hogy hiányolom, de hát ezt polgármester azt mondja, a testület is velem együtt hiányolja, meg tudjuk, hogy a regionális hulladék lerakásnak van egy átkozott rossz mellékhatása, az pedig az, hogy a hétvégén napi szinten keletkező házi törmelék, a sitt épület törmelékek, ezek kikerülnek módszeresen a határba, de kikerülnek ilyen kivelezett hűtőszekrény, csomkok, stb. Határba járni az igazából tudják azt, hogy hogy néz ki most a határ. Erre vonatkozóan van kezdeményezésünk, ezt azt gondolom, hogy egy együttes erővel rendbe tudjuk tenni, ehhez a Kartai Mezőgazdasági Szövetkezet úgy, mint eddig is csöndben nyugodtan megpróbál segítséget nyújtani. Mindenhez kapcsolódik a határ dűlőútjainak a rendezése, hogy ne kelljen már más tulajdonának a földjén járnunk, az utakat vissza kell pakolni oda, ahol ezek régen is voltak. Ehhez kérnék majd azt az önkormányzatnál, hogy erre pályázati lehetőség lesz, akkor figyeljenek oda, mint ahogy említetted volt polgármester azt, hogy folyamatosan figyelitek, nyilván a pályázati lehetőség a tiétek, mi ebbe, és ezt a nagy állam vezérigazgató nevém és a tangazdaság vezére nevém is mondom, hogy a fizikális végrehajtását ennek segíteni fogjuk. Ez továbbra is a komfort életet javítaná a falu azon részébe is. Tehát a hulladék, kommunális hulladék, ott azt gondolom, Pásztor Bélánál láttam én ezt a napi hulladék udvarokat, ahol szortírozva le lehet pakolni ezt a kommunális törmeléket, téglát, vasat, fát, és azt lehet valami utána hasznosítási irányunként tovább vonalon elszállítani. Fontos a határőr mezőr kérdés. Pár évvel ezelőtt ez a kérdés felvetődött, akkor is nagy mértékű volt, és folyamatosan erősödő mértékű a határban a falopás és egyéb mezőgazdasági termények, kint megtermelt drága terményeknek az ellopása. Várhatóan ez nem csökken, hanem növekedni fog az emberek hát egzisztenciális viszonyából fakadóan. Van erre jó szándékú kezdeményezés, lovas határőrök, ez úgy jött össze, hogy a szövetkezetnél van, aki lovat tart, és ők úgyis sétáltatják, lovagolnak ki a határba, ezt lehetne módszeresen. Nyilván ennek a jogi átterét is más egyébben jegyző asszonyom, mert erről meg elnyit beszéltünk, meg kéne nézni, és újra meg kéne próbálni megszervezni egy ütőképes határból figyelő társaságot megfelelő hatáskör telepítéssel, és a többi. Én azt írtam a legvégére, ennek a hozzászólás részemnek, hogy kreatív egymás segítés.
Én nagyon mostanában már úgy látszik, hogy kicsit vénülök, nagyon megszoktam azt az elmúlt 5-8-10 évben, hogy ha valamit hallok, akkor utána megkérdezem attól, akiről valamit hallottam, hogy mi az igazság. Én örülök annak, hogy ma itt nagyon-nagyon sok olyan tényszerű közlés hangzott el alig egy óra alatt polgármester asszony szájából, amely számomra azt mutatja, hogy a hivatal dolgozik, azokat az egyensúlyi helyzeteket sikerült megteremteni, amit te magad itt felsoroltál. Én azt gondolom, hogy a jövőképben azok a fejlesztések, amik itt rövid távú célként elhangoztak, az maximálisan helyén való és jó. Én a vidékfejlesztési pályázatoknál még mi magunk is, miután kevés pénzünk van, de megpróbáljuk ugyanúgy, mint az önkormányzat, azokat a saját forrásokat, vagy akár hitelből előteremteni, de muszáj fejleszteni, fejlődni, mert a versenybe, akár a falu élet, a falu komfortosságának versenyébe feltétlenül fontos az, hogy várhatóan a vidékfejlesztési oldalra most elég nagy mennyiségben megnövekedett pénzekből lehessen pályázni. Hát a finn aszfalt az nem a legjobb, ezt azért mondanám kritikaként. A mi utcánkban is már szóltak a lakosok, meg én magam is ott zuhanok át, újra elkezd kikátyúsodni. Sajnos ennek van egy ilyen átka. Úgy tűnik, hogy ilyen időben ez a legjobb meleg aszfalt, a sokkal drágább egyébként, ez nyilván pénzkérdése és nem a szándékotok kérdése volt. Próbáltatok megkeresni azt a gyors megoldást, mert elég csúnyán kikátyúsodtak. Még egy dolgot. A Strabagper, azt azért kérném pontosítani, hogy annak idejében nem azok az utak lettek aszfaltozva. Tehát ez nem a 90 és 96 közötti utakról szól, ez a Strabagper. Nehogy valaki itt azt gondolja, hogy a mi időnkben elaszfaltozott 24 folyókilométerre csaltunk, loptunk, vagy mást aszfaltoztunk, mint amire pályázatot nyertünk. Ezt légy kedves, hogy ezeket majd pontosítani. Köszönöm szépen, és örülök, hogy ezeket a beszámolókat így hallottam. Köszönöm szépen. Szokatlanul rövid volt Urbán Imre úr. Mondtam már, öregszem, de folytatom. Ne. És már ilyen az, hogy magvasoknak a gondolat. Akkor én egy picit reagálok rá, és akkor adom tovább újra a szót. Lehet, hogy nem voltam elég egyértelmű. Karttal és verseg már nem áll perben. Tehát ugye a iskolatársulási perben jogerős törvényszéki ítélet van, a másik per az a településeken ugye együtt zajlott a csatorna beruházás, abban a perben meg verseg veszített. Tehát tulajdonképpen úgymond mi nagyon jól együtt tudunk dolgozni. Mondhatom azt, hogy személy szerint én is Józsa Csaba úrral, meg hát ez természetes, hogyha közös hivatalt hozunk létre, akkor nem fogunk pereskedni. Tehát nincs már a két település között. Én köszönöm, hogy felvetetted, bocsánat a tegeződésért, de már nagyon régóta ismerjük egymást. Ez igen való igaz, hogy ezeknek az építési törmelékeknek, a sitteknek az elhelyezésére megoldást kell keresnünk. Itt azt hiszem, hogy együtt tudjuk, mert ahogy tudom, ugye itt sajnos a községháza udvara is tele van betontörmelékkel, úgy tudom a szövetkezetnél is van, meg még sorolhatnám. Megoldást kell találni, mondjuk a betontörmelékre a tervünk az, csak olyan nehéz gépeket találni, és megfelelő áron eljövő gépeket, hogy ledarálni, és ezt még út alapnak fel lehet használni. A dűlő utakra ugyanazt tudom mondani, amit Urbán Imre úr is mondott, hogy tulajdonképpen csak pályázatok útján. Ez egy akkora feladat, azon kívül, ha jól tudom, jegyzőasszony úgy tájékoztatott most a közmeghallgatás előtt, hogy itt ezek még nem is kerültek teljes egészében önkormányzati tulajdonban. Utána fogok nézni, tehát megnézem, hogy egyáltalán hogy vannak itt a tulajdoni viszonyok. Én nem tudom, adja az ég, hogy ilyenekre is lehessen pályázni, de ha nem, akkor én azt gondolom, hogy ezt is csak összefogással tudjuk megoldani, mégpedig azoknak az összefogásával, akik a dűlő utakat használják, tehát akkor a szövetkezet, a tangazdaság,
a mezőgazdasági vállalkozók, és természetesen oda teszi magát az önkormányzat is, mert ezek nem kis pénzek. A mezőőr kérdésével már ebben a, tehát a tavalyi választás óta is foglalkoztunk egyszer, végül is nem jutottunk döntésre, mert a mezőőri szolgálat az úgy működne, hogy az önkormányzatnak ez elég jelentős összeggel járna, ugyanis aki javaslatot tett, hogy ő vállalná ezt a mezőőri munkát, kérne díjazást, gépjárművet, üzemanyagot, ha jól emlékszem, és ugye a jogszabály azt mondja, hogy a mezőőr alkalmazásával kapcsolatos költségeket át kéne költségeket teljes egészében, vagy egy részben, ahogy döntünk, át kellene hárítani a gazdálkodókra, a gazdákra. Hát azt hiszem, ennek meg egy gazda se örülne, de természetesen nincs elvetve a téma, oda kell figyelni. Egyrészt ugye, ha valamilyen mezőri, legyen az most lovas mezőri szolgálat, vagy legyen terepjárós mezőri szolgálat, mindenféleképpen hasznos lenne. Nem tudom, hogy vannak-e még lopások a határban, nem jártam arra. Ezt is megelőzni, meg az illegális szemétlerakást is, ugye, hogyha járnának, meg tudnák az emberek, hogy hát azért itt bármikor lebukhatom, akkor talán nem raknák le a szemetet. A többivel csak egyet tudok érteni, és nagyon szépen köszönöm azt a felajánlást. Én mindig minden fórumon azt mondom, hogy ha összefogunk, akkor tudunk eredményeket elérni. És igazából ezen a településen nincsenek hatalmas cégek, bár lennének, mert akkor sok iparűzési adóbevételünk lenne, és könnyebben tudnánk esetleg aszfaltozni, és meg sok mindent megcsinálni. Tudom, a szövetkezet sok iparűzési adót fizet. Tehát az a lényeg, hogy valóban, amik még megoldatlan problémák, még van 4 éve ennek a testületnek, aztán sorba, de én azt gondolom, hogy a 4 év alatt is, hogyha ezzel a lendülettel folytatjuk, ahogy ezt az 1 évet végigcsináltuk, én bízom benne, hogy a ciklus végére ezek már nem lesznek problémák. Megkérdezem még a lakosság részéről jelenlévőket, hogy szeretne valaki szólni. Lehet a képviselőtársaimhoz is kérdést intézni. Ha nincs, akkor én megkérdezem a képviselőtársaimat, mert hát nekik ugyanúgy joguk van beszélni, akár 1 óra hosszát is, mint nekem, hogy valaki szeretne valamit elmondani. Hát úgy látszik, ennyire kimerítő volt a tájékoztatóm. Minden érintve volt. Jó, hát akkor nem húzom az időt. Én úgy látom, hogy senkiben nem maradt nyitott kérdés. Megköszönöm a részvételüket, megköszönöm a lakosoknak, hogy nem azt mondom, hogy túl nagy számmal, mert ha azt mondom, hogy 4000 valahány választópolgár van, akkor én szomorú vagyok, hogy csak ennyien jöttek el. Bízzunk benne, hogy legközelebb majd még többen. Én köszönöm a jelenlétüket, képviselőtársaimnak is a megjelenésüket. A közmeghallgatási testületülést bezárom, és mindenkinek jó éjszakát kívánok. Thank you.